fákkal ott fent az irodám környékén. Nagyon jó, nagyon jó hangulatban volt. Azt hiszem, hogy aki látta azt a felvételt, amikor elgurult a kamerák előtt, azon is látszott. És ha mindennapos, mondhatni természetes, a hiba a baki, az ő szakmájában végzetes lehet, és természetesen ugyanúgy sajnáljuk Zsoltot akkor is, ha a gép mondta fel a szolgálatot. Hátborzongató lesz, amit most látni fognak, egy fiatalember beszél vágyakról és szerelméről, a repülésről, egy fiatalember, aki már nem él. Mennyivel más hónapokkal ezelőtt rögzített mondatainak jelentése, most, hogy már tudjuk, mi lett Rácz Zsolt aranykoszorús pilóta sorsa. A semmi mással nem pótolható pillanatok. A felülmúhatatlan és a legtöbb civilnek örökké ismeretlen és talán épp ezért felfoghatatlan élmény. Ez az, amiért a vadászpilóták ezt a pályát választották. Erre teszik fel az életüket, és valamikor a sors úgy akarja, hogy elveszítsék a legnagyobb tétet. Ennél a feladatnál én úgy gondolom, és a Zsolttal ezt így beszéltük meg, hogy ez nem bemutató repülés, itt nem kell különleges kunsztokat bemutatni, nem kell a maximális paraméterekre kivinni a repülőgépet. E hét csütörtökön előzetes repülésre hívták az újságírókat Kecskemétre, az augusztusi nemzetközi légiparádi egy felkészülési napjára. A nyitó sajtótájékoztatón valószínűleg mindenki a hőséget tartotta az egyetlen szóba jöhető gondnak július 23-án. Arra senki nem gondolhatott, hogyan fog végződni a nap. Még tartott az Albatrosz bemutatója, amikor Magyarország egyik legképzettebb vadászpilótája, a több mint 2000 órát repült aranykoszorús első osztályú oktató, Rácz Zsolt alezredes elindult a 17-es számú MiG-29-essel. Parancsnoka a repülés előtt beszélt vele. Viccelődött a kollégákkal ott fent az irodám környékén. Nagyon jó hangulatban volt. Azt hiszem, hogy aki látta azt a felvételt, amikor elgurult a kamerák előtt, azon is látszott. Mosolygott, vidám volt, integetett. A pilóta intett a televíziós táboknak és a felszállópályához gurult. Egy pillanat múlva már el is indult. Utólag a laikus néző már a felszállásnál valami furcsát sejt, pedig talán csak a civileknek tűnik túl meredeknek és lassúnak az emelkedés. A nézők 3 perc 57 másodpercig Rácz Zsolt gondosan megtervezett és mérnöki alapossággal kivitelezett kűrjét figyelték. A több tonnás vadászgép eddig könnyed manőverei ekkor hirtelen akadozni kezdtek. Rácz Zsolt gépe lezuhant. Ha újra megmutatjuk a felvételeket, egy hihetetlen nehéz figurát látnak, az úgynevezett háton kinyomást. Ez különösen megterheli a pilóta szervezetét, ezért nem is kedvelik. A tragédia kulcsa az a 4 másodperc lehet, amíg a kiforgatás után a MiG zuhan. Nem tudni, mi történt, hogy a pilóta miért nem emelte meg a gép orrát. Rácz Zsolt itt még gázt ad, ez látszik a füstcsíkokból is. De fordulóba viszi a gépet, és ettől annak elfogy a sebessége. A fizika törvényei kérlelhetetlenek, bekövetkezik a katasztrófa. Sajátos világ a vadászrepülőgép pilótáké. Rácz Zsolt alezredes 42 éves és több mint 2 évtizede a szó valódi értelmében a fellegek között jár. Mára aranykoszorús első osztályú hajózóvá vált, aki másodmagával elmondhatja, hogy kipróbálta valamennyi a hazai vadászrepülőgép tenderen induló típust. Speciális a munkánk, speciális az életmódunk, és ez valószínűleg abból ered, hogy egymásra vagyunk utalva. Az egymásra utaltság jelentkezik az egy kötelékben közös feladatok végrehajtásában is.
és még inkább arra, amikor ellenség szerepében légiharcolni szállunk fel a kiképzési feladat során. A szabadidőben pedig annyival sajátosabb, hogy ott sem szabad elfeledkezni arról, hogy gyakorlatilag nekünk bármikor készen kell állni arra, hogy repüljünk. Milyen az ember és gép kapcsolata? Van-e egyfajta érzelmi viszony közöttük? Az én esetem egy kicsit rendhagyó. Nekem a repülőgép több, mint a munkaeszközöm, sokkal több. Én aglegény vagyok, és tréfásan azt szoktam mondani, hogy az én szerelmem a repülőgép. Tulajdonképpen ezáltal nem csak a szerelmem, hanem az egész családom is. Egy-egy feladat végrehajtás előtt barátkozunk egymással, és nem ritkán a leszállás után megsimogatom. Ő ezt eddig mindig meg is hálálta. 22 év óta repülök, és ez alatt a 22 év alatt nem volt igazán olyan helyzet, amikor cserben hagyott volna. Tehát valószínűleg ő is érzi, hogy részemről is milyen a kapcsolat, és ezt így hálálja meg. Én pedig megpróbálom ezt minden lehetséges módon viszonozni. Ami például megnyilvánul abban, hogy az elmúlt 18 évből én 15 szilvesztert a készültségi házban a repülőgép közvetlen közelében töltöttem, tehát együtt köszöntöttük az új évet. Néhány éven belül új típusok kerülhetnek a Magyar Honvédség kötelékébe, lehet, hogy akkor hűtlen lesz a régi barátnőjéhez? Ha megadatik az a szerencse, hogy azok között leszek, akik az új típusra kiképzést nyernek, akkor a hosszú hűség ellenére bizony már most elmerem ismerni, hogy hajlanék arra, hogy legalábbis alkalmanként hűtlenkedjek. Nagyon elégedett vagyok a jelenlegi alapvető típussal, amik 29-essel is, de volt alkalmam kipróbálni a most tenderben egymással versengő típusokat is, és nagy élmény lenne. Nem foglalkoztunk semmivel, csak hogy minél előbb kiérkezzünk a baleset helyszínére, akkor még balesetnek gondoltuk, reménykedtünk. Aztán láttuk, hogy katasztrófa. Meghalt egy ember, meghalt a repülőgép vezető. És onnantól kezdve nehéz, onnantól kezdve sok minden kavarog az ember agyába. A családtól, a gyerekektől kezdve, a kollégákon át. Az egy kavalkád. Olyankor sok minden előjön. A barát vagy a bajtárs magányossága 3 nappal a végzetes repülés után. A kecskeméti repülőtér azóta kong az ürességtől. A MiG-29-esek addig nem repülhetnek, amíg a vizsgálat nem tisztázza a tragédia okát. A pilótáknak most nincs miért a laktanyában lenniük, mert csak a készültségi szolgálatban levőknek van esélye a repülésre, feltéve, ha valaki valahonnan megsérti a légteret. Magyarország mind a 30 MiG-29-es pilótája most talán elbújva a világ elől próbál magyarázatot találni arra, mi is történt csütörtök kora délután. Az okokat csak találgatni lehet, de a tépelődésnek van egy jellemző vonása. Sokan azt mondják, annyira keveset repülnek, hogy ez jóformán csak a lezuhanáshoz elég. Mi úgy érezzük, el kell, hogy döntsük, hogy valóban a NATO-hoz csatlakozunk, és komoly repülőcsapattá akarunk, mint ahogy magyar légierőnek hívnak bennünket, és elkezdünk komolyan kiképzési repüléssel foglalkozni, és repülünk, vagy pedig zárjuk be a repülőtereinket, és az adófizetők pénzét ne pazaroljuk azokra a dolgokra, amiket most csinálunk. Az csak a szakértői vizsgálat fogja kideríteni, hogy lehetett-e szerepe a kevés repülési időnek Rácz Zsolt halálában. A magyar vadászpilótákra jutó éves repülési óraszámról egyébként gyakran hallhatnak önök is. Szinte már közhelynek számít, hogy a legtöbben közülük alig 20-30 órát tölthetnek a levegőben, szemben a NATO pilóták 150-160 órás minimumával.
A kecskeméti parancsnok helyettes nem az egyetlen, akit talán csak a szakértői vizsgálat tud majd valamennyire megnyugtatni. Ők elvesztették a barátjukat, én is elvesztettem. Elvesztettük egy kollégánkat, elvesztettük. Elvesztettünk egy pilótát, és ez részben az én felelősségem is. Nekem kutatnom kell azt, hogy ha egyáltalán van olyan, de mindenképpen magamban mindent át kell gondolnom abban, hogy ténylegesen lehet-e ebben nekem felelősségem. Mások a magnófelvételt akarják meghallgatni, amely a torony és a szerencsétlenül járt pilóta rádiózását rögzítette. Ismét mások azt várják, hogy újra felszállhassanak, mert ez azt jelenteni, hogy nem kell gondolkodniuk. Egyben mindenki egyetért. Előbb-utóbb feloldják a repülési tilalmat Kecskeméten, és ha repülhetnek, könnyebben fogják feldolgozni Rácz Zsolt halálát. Nehéz napok következnek még számunkra, de végül is előre kell látni. Előre kell látni. Folytatni kell tovább. Bár egy későbbi kor halálra ítélte, itt Mátyásföldön valaha nagy repülőtér működött. Évtizedekkel ezelőtt naponta tucatjával szálltak fel innen a vadászok. Úgy emlékeznek még, vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse. A pumáknak ez volt a jelszava a II. Világháborúban is, és ez ma is ugyanazt jelenti. Ugyanarról szól ugyanazoknak. A magyar pilóták csütörtök óta a hazai repülés egy újabb áldozatának emléke előtt. Rácz Zsolt alezredes, első osztályú, aranykoszorús, oktató vadászpilóta emléke előtt tisztelegnek. Nagy Attila Péter, TV2 napló. A jövő hét elején már lesz hivatalos álláspont, hogy valójában mi okozta a katasztrófát.